vannak. Ott ülnek. Látod? Milyen érzés? Nagy dolog. Valószínűleg mindannyian tudjátok, hogy már a videózásom eleje óta nagyon sok drónos felvételt használok, és nagyon sokat drónozok. Azóta viszont kijöttek egy picit modernebb drónok, mondjuk így, és ma lehetőséget kaptam egy ilyen drón kipróbálására, ami hát mondjuk úgy, hogy kicsi. Mindjárt kitérek arra, hogy miért is van nálam ez az új drón, előtte viszont találkozok Ábellel, akinél ugyancsak van egy ugyanilyen drón, és együtt mindjárt belemegyünk a részletekbe, de előtte megyünk Vácra, ahol ki fogjuk próbálni ezeket a drónokat, illetve ahonnan majd hozom be Pestre a hugomat. Na mindegy, ez majd egy picit később. Hogy tetszik a városom? Tetszik. Ó, ez az. Multifunk. Hopp, figyeld, figyeld, kipörög. Na, itt a helyünk. Itt vagyunk Vácon, és mindjárt elmondjuk Ábel, hogy miért csak Ábel éppen a kamerába beszél. A lényeg az, hogy itt van ez a táska, amit már elég sokszor láthatatok rajtam, és ugye ez a drónos táskám, tehát ebbe a laptopomat, drónomat, mindent beleraktam. Ebbe van egy nagy tároló, pontosan ezért vettem, amiben ugye elfért a dróntávirányítóm, maga a drón, propellerek nélkül, akkor a két aksi hozzá, minden ami kell. És most jön a durva rész, hogy a drón, amit most kaptunk, ami egy Mavic Air, az itt fent van egy kis tároló, ahova eddig az aksikat raktam, tehát vagy a kamera aksiát, a drón aksi az be se férne. Ebben a tárolóban nem, hogy csak a drón, a Mavic Air fér bele, hanem a távirányítója is. Szóval hát körülbelül ennyi a különbség így a két drón között, hogy a nagyobb drónhoz ennyi minden kell, meg még a propellerek, meg még az aksi, a kicsi drónhoz pedig ennyi. Na szóval azért vagyunk itt Vácon, mert eljöttünk egy kicsit gyakorolni, meg azért, mert Ábelnek a téli gumiait le kell adni. Igen. Szóval gyakorolni fogunk egy kicsit a drónokkal, ugyanis május 17-én Ábel együtt a Mon Parkban részt veszünk egy drón, és a KD csapattal együtt a Mon Parkban részt veszünk egy drónversenyen, ahol mi csapatunk ellen kiállhat más csapat. Így van. Végülis ez a lényeg, és ennek próbáltok legyőzni minket, ami nem lesz könnyű, úgyhogy eljöttünk gyakorolni, hogy ne tudjatok legyőzni minket. Szerinted milyen gyorsan fog ez repülni ez a kicsi? Hát gyorsabban, mint a Phantom 4? Egyébként azért hoztam el a Phantom 4-et, hogy kipróbáljuk. Van sportmód, nem? Van sportmód, de... Ez már hogy megy, akkor már így megy? Amúgy igen, már ez is, a Phantom 4 is így bedől. Nagyon durván. Na jó, hát nézzük. Szóval a verseny lényeg Ábel. Először is felszállunk és kipróbáljuk a drónt, mert én még nem próbáltam ki. Utána arra, ha arra nézünk, vannak ezek a bokrok, és a bokrok között kell majd mennünk. Aha. Aztán ott van egy fa, aminek tuti neki fogunk menni. Megnézzük, működnek a szenzorok. De legalább sok szenzorja van az ének. Igen. Úgyhogy, tehát akkor, na akkor innen indulunk, mondom, hogy lesz. Tehát ennél a bokornál jobbra, balra, azt megkerülve, ezt így, így, ezt is megkerülve, és itt a cél. Gábor, te vagy a bíró. Három! Várj, még nem vagyok kép. Három! Bemelegítek, várjál. Három! Jó. Három, kettő, egy, rajt! Nagy körbe veszi Harry! De nem is ismert! Azta roha! Megkerül ez! Azta! 34-14! Azta! 3! Várja! Bemelegíted? Aha! Ugyan nem, a csípő a pontot tetszett! Ja? A drónnal egyébként! 1, 2, 3. Szóval kommentbe döntsétek el, hogy kinek van igaza. Az a lényeg, hogy Ábel azt a fát nem kerülte meg, és így egy másodperc. De megkerülte. És minimum 5 másodperc büntetés járna hivatalosan. Milyen 5 már, de hogy is? Jó, döntetlen. Majd lerendezzük a migrén. Május 17-én a Mon Parknál lerendezzük. Jaj, na! Panna! Halló! Szia, Panna! Na! Jaj, ez itt locsol. Hát szaladjunk át. Nem. Halló! Szóval, gondolom, jó, tudja már, Panna, hogy hova megyünk. Kiket látogatunk meg.
Frugyit, Cseceadit és Barnit. Na, mivel készültél neki? Rajzzal. Most értem haza egyébként, és Panna készült neki. Jó, bocsánat, jaj, ne haragudj be, szóval. Most értünk haza, és Panna készült, mint már tudjátok, Fruzsinak, Attinak és Barninak valamivel, valami rajzzal, meg van rajta egy ilyen menő táska. Mik ezek? Muti. Egy ilyen rajz Fruzsinak, egy ilyen rajz Barninak, és egy ilyen rajz Attinak. Mind a háromra azt írott, hogy te vagy a legjobb youtuber. Csak hogy úgy nagyjából tudjam, mi vagyok akkor én? Te? Én hát csináltam volna neked is egyet. És arra is ezt írtad volna? Nem. Harry Kettner a legrosszabb youtuber. Jaj, de rendes vagy. Akkor először meglátogatjuk Fruzsit és Attit egyszerre, utána pedig menjünk Barnihoz. Úgyhogy most 5 másodperc alatt oda fogunk kerülni. Sziasztok! Hello! Kicsit izgul. Bár mondtam neki, hogy nem kell izgul. Jaj! Hello! Ciao! Hello! Hello! Panna hozott nektek ajándékot. És neked is csinál? Nekem soha nem csinál ajándékot, engem nem szeret. Nem, majd nem is kell. Ja, igen. Bármikor, hogyha... Ezt ki fogom rakni a lakásban. Bármikor megkérdezem Pannátéként, hogy kik a kedvenc idősei, és elmennek 10-ig, így a sorba, te nem, nem vagyok, hát de hogy is, közel se, úgyhogy mi? Ezeket mind a Panna csinálta. Egy az meg valami, hogy csinál szerencsét hoz? Félek a magyoktól, de amúgy aranyos. Valóra kérdezett? Persze. Hoztál 9 minden. És hogy írjam, csak így a nevem? Hát írd az enyém. Jó, oké, ezt írjam, példakép. De jó. Ez azt a Hédi találtam úgy ki. Gondoltam. Ezt mert neked hoztuk Attilával. Ó, de... Hát, ha szeretsz így rajzolni, vagy valami ilyesmi. Imád. Na, jó. Hát látjuk. Hello. Sziasztok, köszönöm. Na, mit kaptál? Hello. No. Igen, milyen érzés volt? Hát nagyon jó. De ott nem volt akkora szád, mint amikor a szád szokott otthon lenni. Puti, mit kaptál Fruzsitól? Fruzsi adott valamit, mert hogy Atti és Fruzsi együtt adtak Panának valamit. Megfogom. Ez durva, hogy kitől kaptad. Nagyon. Vigyázz rá is, olyanokat rajzolj bele, hogy szétanyja, aztán majd elküldjük Fruzsinak, hogy minket, meg Attinak, hogy minket rajzoltál bele. Most viszont megyünk tovább Barnihoz, a number one-hoz, ő a fő kedvenc. Menjél, menjél. Barni! Szia! Hello! Szia! Főkedvencem! Ó, fáradj be! Csőtesen! Cső! Na, Panna már elmondta mindenkinek, hogy te vagy a főkedvence. Az első számú. Ez a beszél, így kell lesz. Látod? De nem az a baj, hogy az első, az a baj, hogy én még tizedik se vagyok. Tehát, hogy... Itt azt megértem. Ja, Panna egyébként nem ilyen félénk, előbb a Fruzsit nem ilyen félénk volt. Egyébként nagyszájú és engem mindig le volt. Ezt itt lehet, velem lehet nagyszájú. Igen, viszont most egy kis csendes, úgyhogy mondd, mit hoztál. Boldog szülinapot! Szülinapot? Köszönöm szépen! Szeret rajzolni és még valami van a társadalom. Te vagy a legjobb youtuber. Ó, mondták köszönöm szépen. Nem. De ezért a legtöbbet. Köszönöm. És hozott még neked valamit. Milyen jó egyébként. Egy disznót, ami szerencsét... Micsoda? Disznót? Ó, de ez egy perső, amit ő csinált, és ez... Ez de menő. Ez szerencsét hoz, úgyhogy ezt tényleg tedd el. Ez jó. Ez nagyon jó. Köszönöm szépen. A YouTube pénzed ide rak be majd. Melyik ilyen? Te válasz. Te válasz. De te válasz, hát te pólódra megy. Jó van, akkor két. Helyes. Esze. Na. Már van aláírtozni. Erre gyűjtem az aláírásokat. És az ennyi, hogy tele lesz? És én miért nincs az enyém rajta? Mert tőleg bármikor kérek aláírás. Nem kell. Micsoda tőle? Nem kell, köszi, ne fáradj. Hát akkor én elbúcsúzok a videómban, szerintem, mert ennyi volt a mai videó. Jó, mert itt Pannával elmenni fagyizni, gyere Panna. Okay. Te nem kapsz fagyit. De most nem. Úgyhogy, gyere Panna, mert még nem vagy egy fagyira. Itt Barninál is köszönök tőletek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok vele ma is. Minden info a leírásban, ne felejtsetek el feliratkozni. Ne felejtsetek el követni Instagramon. A top 3 kedvencnek köszönöm szépen a részvételt, Panna. A top 3 kedvencnek köszönöm szépen a részvételt a mai videóban. És a következő videóban találkozunk, sziasztok!